Csapadékosra fordult az időjárás, így a Tisza vízrendszerében intenzív gyülekezés indult meg. Ennek következtében a folyón és mellékágain árhullámok jelentkeztek, emelte ki Kozák Péter, az Alsó-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság vezetője. Ez a jelenség teljesen természetes ebben az időszakban, egyelőre nem lépett életbe az árvízvédelmi készültség. A tiszai árhullám, valamint a körösi árhullám levonulásából az Alsó-Tiszán erre a hétre árvízi készültség elrendelését szükségessé tevő árvízszinteket nem tartalmaz a rendelkezésünkre álló prognózis, tehát árvízi készültség elrendelése az Alsó-Tiszán nem lesz szükség. A vízszintek tetőző értékei, azok várhatóan a hét végéig a 600 cm-es vízszinteket tartalmazzák. Nyilván az aktuális levonulási viszonyok, az aktuális hidrológiai helyzet, ez befolyásolhatja, fölülírhatja. Kozák Péter a Tisza szegedi szelvényével kapcsolatban megjegyezte, az alsó rakpart elöntése bekövetkezik a hétvégén, az előrejelzések szerint vasárnap. Arról, hogy lezárják-e a forgalom elől az utat, a mai napon döntöttek a szakemberek. Szó esett a Marosról is, ahol szintén kisebb árhullámok vonulnak le. A mostani prognózisok alapján árvízi készültség elrendelésére nem lesz szükség. 250 cm körüli tetőző vízszintet prognosztizálunk a most mederben lévő vízhozamokból. Azonban fontos azt tudni, hogy az előttünk álló három napra intenzív csapadékos időjárás jeleztek elő. Ezt az idő csapadékos időjárást a prognózisok intenzív lehűléssel párosították. Ha ez a lehűlés bekövetkezik, akkor a csapadék tevékenység hó formájába hullik le, amely csökkenti a lefolyásnak a mennyiségét időszakosan, de hogyha ez a lehűlés nem következik be, akkor a csapadék eső formájába hullik, és azonnali lefolyást fog eredményezni. A csapadékos időjárás velejárója a belvizek keletkezése. Az ativizék rendelkezésére álló adatok alapján már megjelentek az ilyen területek. A belvizes terhelés csökkenése érdekében és a folyók magas vízállása miatt a torkolati szivattyú telepek belvízvédelmi fokozatban üzemelnek.